Sok az érdeklődő a csak 10 plusz 10 millió forintos állami támogatással nyújtott lakáshitel iránt a megyei pénzintézetekben, de még számos egyedi kérdés nehezíti a pontos tájékozódást. Ennek a megoldásában segítettek azon a konferencián, amelyet egy országos roadshow 9. állomásaként Nyíregyházán is megrendeztek. Élénk érdeklődést mutatnak az ügyfelek. Nyilván kevés még az elkészült lakás, ami szóba jöhet, de az év második felére komoly felfutást várok ebbe a témában. A leggyakoribb kérdés a jogosultság fennállására vonatkozik, hiszen szakember nélkül ezt nagyon kevesen tudják megítélni. A bankba betérő ügyfeleket elsősorban a használt lakásvásárlás érdekli. Az internetes oldalunkon már több százezren érdeklődtek a lehetőségek iránt. Ugye nyilván ennek egy szűkebb része, aki már megjelent használt lakásként valós igénylőként, és ma természetesen van folyósított ügyletünk is. Az országos tendenciához hasonlóan a megyeszékhelyen is élénkült a lakáspiac. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben főképpen a városias ingatlanokat keresik a családok, itt jóval alacsonyabbak az árak. Ebből a csak 10 plusz 10-es támogatásból már a lehetőségünk van akár egy több mint 90 négyzetméteres újépítésű lakás megvásárlására, vagy megépítésére, úgyhogy ez a fajta segítség azoknak, akik jól átgondoltan, biztosra, kockázatokat lehetőség szerint mérsékelve, tehát legalább két vagy már meglévő három gyerekkel igénylik a támogatást, azoknak egy nagyon jó lehetőség. A rendezvényen nem csak általános információkat hallhattak az érdeklődők az igényléstől a támogatásig, hanem az egyedi kérdéseiket is megválaszolták a szakemberek.